Szeretett doboz, eredményes verseny után újabb adomány érkezett a kórházba, településkép védelme. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 15-én 18 óra 5 perckor. A Magyar Református Szeretett Szolgálat által szervezett Szeretett Doboz gyűjtésre érkezett adományok között beszélgettünk nagy tiszteletű Koncz Tibor esperessel a segítés módjáról. Megtudtuk, 163 doboz már a kapott felajánlásból pénteken elindult, hogy a sok élelmiszer adomány és a benne lévő szeretet nagyon jó helyre kerüljön még az ünnepek előtt. 163 doboz már elindult a megfelelő útjára, és nagyon bízunk benne, és nagyon reménykedünk, hogy a gazdag és igazán minőségi és méltóságos és méltóság teljes szállítmány, amiben azt gondolom, hogy nagyon sok érték, de még nagyobb szeretet van, a lehető legjobb helyre fog kerülni. Nagyon várják már a családok. Azt tudom egy belső információból, hogy több százezer olyan doboz van, ami ezekben a napokban útra fog kelni. Országosan több százezer olyan doboz van, amelyik a Magyar Református Szeretett Szolgálat szervezésében útra kell a következő napokban, hogy a rászoruló családok ünnepét szebbé tegye. Van egy országos rendezvény, egy országos program, de valljuk be, hogy ezek fönnmaradnak a levegőben, egy kicsit úgy talajtalanok lesznek, hogyha nem lesz közvetlen és nem lesz személyes. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy elmegyünk, eljuttatjuk ezt a hírt konkrétan az ismerőseink, a barátaink, a karcagi vállalkozók felé. Iskoláinkon keresztül, ám bár nem segített most a középiskoláknál főleg a lezárás, de mégis eljutott a hír. Különböző csatornákon keresztül olyan szintű lett az eredménye ennek, hogy általunk is meglepő módon nagyon sok a mi felekezetünkhöz, a mi szellemiségünkhöz, akár nem is kapcsolódó, de jó lelkű ember jelentkezett, felajánlott nagyon sok szép dobozt, illetve nagyon sok tárgyat, amit még nem is mondtam, hogy volt, aki játékokat ajánlott föl, plüssmackókat, mert hát ez is az ünnephez tartozik. A Karcagi Református Iskolában és a vállalkozókat megkeresve is folyik a gyűjtés a helyi családok számára. Ugye rendszeresen vannak egyéb gyűjtési alkalmak, tehát az, hogy most van egy ilyen, ezen belül mi mindig ott vagyunk az első között, ezt értsük jól, akár egyházmegyei szinten, ami azért egy 50 települést jelent, tehát Karcag mindig az első helyeken van, de akár a Tiszántúlt veszem, sőt még országosan is, ez azért mutatja a karcagi embereknek a szellemiségét, a lelkületét, erre mi büszkék is vagyunk, és lehetünk, és természetesen vannak párhuzamosan különleges gyűjtési alkalmak, ebben is benne vagyunk, hirdettük, hogy a telefonos programokat is egy telefonhívással ennyit és ennyit lehet felajánlani. Nagyon sok nem református felekezethez tartozó lelkes család vállalkozó is felajánlott adományt, de az egyház vezetői és családjaik is élen jártak az adakozásban. Van egy különleges program, és 2020 olyan kérés gyűjtött össze a Magyar Református Szeretett Szolgálat, ami különleges, mert nem arról van szó, hogy mi mit gondolunk, amit oda tudnánk esetlegesen adni ebben az ünnepben, hanem megkérdeztük az érintetteket. Volt olyan gyerek, aki egy fejhallgatót kért, volt, aki egy pokolgépes kapucnis pulóvert, gondolják, hogy én a pokolgépes kapucnis pulóvert kaptam feladatnak, és ezt örömmel teljesítettük, tehát nagyon sok minden volt, ami egy doboz ismeretlen család számára összegyűjtött jó szívvel, jó lélekkel összegyűjtött adományhoz képest annyival másabb, hogy tudjuk, hogy konkrétan az a diák, az a gyerek, akit nem ismerünk, de tudjuk, hogy 16 éves, és ezt kéri, ezt fogja megkapni.
Úgyhogy ebben szívesen vettünk részt. Ez azt jelenti, hogy például az én családom ebből a 2020-ból 8 ilyet vállalt föl, de az igazgatóink is, tehát ez egy nagyon komoly dolog. Föl is hívom a figyelmét mindenkinek, hogyha lesz hasonló, akkor éljenek vele. Az Egyházmegye 50 települését is segítik. Vannak telefonos programok, és 2020 olyan érintett rászoruló gyermek is, akinek örömmel teljesítették egy-egy kívánságát. Aki szeretne segíteni, az a lelkészi hivatalban jelentkezhet telefonon. Folyamatosan lehet nálunk a hivatalban, van egy elérhetőségünk, telefonszám, ezen érdemes bennünket hívni, ez a 0630-627-8607, ez az én telefonom. Ezen lehet nekünk jelezni, mert egyelőre a hivatal be van zárva, de mindent meg tudunk oldani. Folytatjuk a tehetséges helyi diákok bemutatását. Itt vagyunk a György István Katolikus Általános Iskolában, és a csapat résztvevőivel beszélgetek. Arra kérlek, hogy mutatkozz be, hogy hívnak, hanyadik osztályos vagy, és miért ezt a nevet választottátok a csapatnak? Győri Zita vagyok, 4. B osztályos, és azért a csicsergők nevet választottuk, mert szeretünk beszélgetni, csicserengni. Miért jelentkeztetek a versenyre? Szerettünk volna sok mesét megismerni, szeretjük a meséket, és szerettük volna kipróbálni magunkat csapatként. Téged hogy hívnak? Hanyadik osztályos vagy? Rózsa Zita vagyok, 4. B osztályos vagyok. Te is a csapat tagja vagy. Hogyan zajlott a versenyre való felkészülés? A tanítónénivel a meséket elolvastuk közösen, és hozzá feladatokat oldottunk meg. Iskolában is, otthon is gyakoroltatok? Mennyire volt ez mindennapos feladat, hogy egy ilyen nagy és szép versenyre kellett készülnötök? Az iskolában is gyakoroltunk, és otthon is. És így értetek el ilyen szép eredményt. Milyen volt a versenynek a menete? És előtte arra kérlek, hogy mielőtt erről beszélsz, a nevedet áruld el nekünk, és hogy hanyadik osztályba jársz. Gergely Rebeka vagyok, és 4. osztályos vagyok. Úgy készültünk rá fel, előre megkaptuk a meséket, és volt rá időnk felkészülni, és Éva néni tett fel nekünk kérdéseket, hogy válaszoljunk rá minél gyorsabban. Mennyire éreztétek ezt nehéznek a versenyt? Mindegyik forduló egyre nehezebb volt. Az utolsó volt, a döntő volt a legnehezebb. Milyen eredménnyel zárult? Téged kérdezlek, és előtte mutatkozz be, és mondd, hogy hanyadik osztályba jársz? Darabos Sarolta vagyok, és 4. B osztályos vagyok. Jó hangulatban, vagy hogy igen, jó hangulatban teltek el ezek a felkészülések. Igen, jó hangulatban, és vidáman teltek. Milyen eredménnyel zárult? 75 csapatból a mi csapatunk 5. helyezést ért el, és ennek a tanulság az, hogy jó csapattá össze tudtunk kovácsolódni, és hogy próbáljunk meg minél jobban fejlődni. Molnár Péter, a Tiszatavi Kerékpáros Centrum üzemeltetését ellátó cégvezetője, F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, és Hubai Imre, a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács és a megyei közgyűlés elnöke a karcagi Kátai Gábor Kórházba hozott adományokat a kórházi szakemberek részére. Molnár Péter elmondta, a csomagban pölöskei szörpöt, műzli szeletet és tiszatavi élmény kerékpározásra jogosító jegyeket hozott a dolgozóknak a kitartó és lelkiismeretes munkájáért. A csomagban gyakorlatilag 100 üveg pölöskei szörpöt hoztunk, ami a pölöskei szörpgyárnak a felajánlása. A Csepel Kerékpár Kft. 60 darab műzli szeletet ajánlott fel, és 50 darab élménykerékpározás a Tiszatónál voucher jegyet ajánlott föl még a Tiszatavi Kerékpáros Centrum. Tehát gyakorlatilag ezekkel az adományokkal érkeztünk ide a karcagi kórházba, és hát az itt dolgozóknak ajánlottuk föl a kitartó és lelkiismeretes munkájukért. Egerben kezdtünk reggel 9 órakor, utána 11 órára érkeztünk ide Karcagra, és folytatjuk az utunkat Szolnokra, a Hetényi Géza kórházba. Láttuk, hogy ez a vírus, ami most elérte Európát és Magyarországot is, egyre nagyobb növekvő beteg számmal
érkezett sajnos, tehát egyre növekszik, és ebből adódóan láttuk, hogy az egészségügyi dolgozók túlterheltségét, egy kis mosolyt csaljunk az arcukra, hogy nem lesz ez mindig így, lesz egyszer ennek vége, és gyakorlatilag, amikor vége lesz, akkor el tudnak jönni kerékpározni, és a családjuk körében tudnak úgymond élni. A kórházi dolgozók szabadidős kikapcsolódására gondoltunk a mai napon. Kezdte az adomány átadásakor Hubay Imre. Igen, Molnár Péter úrral együtt érkeztünk, aki a Tiszafüredi Kerékpáros Centrumot igazgatja, és igazgató úrral olyan szörpadományokat és műzdeadományokat hoztunk, ami nagyon fontos a dolgozók egészsége és az energiaszint visszatöltése érdekében. Valamint a Jászlikun-Szolnok megyei önkormányzat által fejlesztett kis mesélő kiadvánnyal érkeztem, ami azért is fontos, mert azoknak a gyermekeknek, akik benn fogják tölteni a karácsonyt, vagy karácsony közeletté, vagy advent időszakában egy kis kikapcsolódásra, egy kis felüldülésre számíthatnak a kiadványomból, nagyon fontos és nagyon hasznos kis forgatnivaló lesz a kezükben. Valamint azoknak a gyermekeknek is, akiknek az édesanyja vagy édesapja lehet, hogy 0-24 órában itt dolgozik bent a kórházban, és ahhoz, hogy ők is odahaza egy kicsike kis meghittséget, egy kis barátságos, meleg hangulatot érezzenek, ehhez fontosnak azok a kiadványok, amik a gyermekek számára képpel is és szöveggel is azt illusztrálják, hogy milyen fontos a család egysége, és milyen fontos az, hogy a gyermekekre odafigyelő szülők értékeket közvetítenek számukra. Ezt a mesélő kiadvány is közvetíti, és én jó szívvel hoztam belőle mind a kórház dolgozóinak, mind pedig a kórházban ápolt kis betegeknek. Molnár Péter igazgató úr jó voltából 50 élménykerékpározásra szóló meghívó szerepel az adományok között, ami azért is fontos, mert a járványnak véletlenül hamarosan tetőznie kell, és a tetőzés után szépen lassan elindulunk kifelé. És amikor már a gyógyultak száma jóval meghaladja a fertőzésben aktívan még jelenlévőknek a számát, és amikor már az egészségügyi rendszer el fog bírni a naponta jelentkező új esetekkel, és az ápolás is jól halad az egészségügy kifele lábbal a pandémiás helyzetből, akkor majd lehet tervezni a jövőt, lehet tervezni a kikapcsolódást, a pihenést is. Ez véletlenül jövő nyáron már minden egészségügyi dolgozó előtt megnyílik ez a lehetőség, hogy kipihenhetik ennek az időszaknak a fáradalmait, és az ő számukra egy nagyon élménydús program lehetőséget kínál a Tiszató, és az élménydús program lehetőség magában hordozza az aktív turizmust és a kerékpáros turizmust is. Az adományokat Nagyné László Erzsébet főigazgató megköszönte a dolgozók és a kisbetegek nevében, és ígérte, hamarosan el is juttatják hozzájuk azokat. Karcagváros településkép védelméről szóló rendeletének módosítását határozta el. A döntéshozóknak fontos az önvéleménye is. Hogy ezt hogyan tehetik meg, kiderül a következő anyagunkból. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatjuk Karcagváros lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcagvárosi Önkormányzatnak képviselő testülete Karcagváros településkép védelméről szóló rendeletének módosítását határozta el. Tájékoztatjuk, hogy a jelenlegi vészhelyzetre való tekintettel lakossági fórum megtartására nem kerül sor. A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat papír alapon a lent megadott címre, vagy elektronikusan a nyesteref@karcag.hu címre elküldve lehet megtenni december 16-áig. Karcagváros polgármesteri hivatala 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét, Farkas Renátát. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!